mi vida empalidece como una estrella que muere brillando. Magyar hangok. Sörös Sándor. Menszátor Magdolna. Bozsó Péter. Németh Kriszta. Mezei Kitti. Zsurzs Kati. Starenki Pál. A szerelem rabjai. További magyar hangok. Rosta Sándor. Varga Gábor. Koroknai Géza. Kéri Kitti. Zsigmond Tamara. Pap Kati. Kajtár Róbert. Rubold Ödön. Nemes Takács Kata. Makai Sándor. Írta Marcela Citterio és Enrique Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Carlos Luna és Csancsa Ambrosini. Nem tudom kiverni a fejemből az ügyet. Szegény Juan. Nem akarom, hogy sajnálj, Paz. Szerelmem, hát itt voltál. Igen, és mindent hallottam jól. Egy pillanat, várj csak. Juan Manuel, Paz csak aggódott. De azt mondta, hogy lehet, hogy sosem gyógyulok meg. Tényleg így van? Igen, szívem. Az a helyzet, hogy a szemeddel nincs fizikai gond. Ez lelki eredetű probléma. Jó, akkor rendben, értem, rendben van. De akkor minek utazunk el Svájcba? Mi a csodának? Azért, hogy világhírű és tapasztalt szakemberek vizsgáljanak. De minek? Elutazunk aztán meg. Ugyanúgy jövök vissza, ahogy elmentem. Mi értelme az utazásnak, ha? Bocsánat, hogy beleszólok, de szerintem ki kell használni minden lehetőséget, Juan, és minden esélyt. Igen, drágám, hinni kell továbbra is. Isten majd megsegít bennünket, meglátod. Szerintem. Na jó, muszáj mennem, sok a dolgom, ugyanis holnap megnősülök, és... Igen. Na jó, szinte csoda. Az esküvő. Igen, igen, magával is megtörténhet, Juan. Nyugi, nyugi, nyugi. Viszlát. Köszönjük. Ugyan. Nagyon félek. Nagyon félek, Paz. Itt vagyok melletted. Mondhatok valamit? Hm? Nem sajnálatból vagyok veled. Higgy nekem. Azt kívánom, bárcsak láthatnál az én szememmel. Francescohoz jöttem. Ma tartjuk meg a legény búcsúztatóját. Tessék a legény búcsúztatóját! Igen, miért? Talán ellenzed? Elég. Hát én nem hiszek a szememnek. Jó, az a te dolgod, pedig ez az igazság. Elhiheted, Francesco imád velem kettesben bulizni. Juan elutaznak. Mi meg itt maradunk. Kettesben. Mindent megtettem, hogy Tatjana ne tudja meg, milyen fogadalmat tettem. Ha kibékülünk, úgy fogom érezni, hogy minden hiába való volt. Igen, 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 az volt. Többet szenvedtünk, mint megérdemeltük volna. Nem is értem, hogy miért gondolta meg magát Tatjana. Elhagyott Nikolász. Az ő baja. Tatjana nem a te életed. Te nem hozzátartozol. Csak kapjam a kezeink közé.
látom, szétvetedő. Nem tetszett, hogy itt találtál, ugye? Most szórakozol velem? Jaj, Victoria, hova gondolsz? Azt hiszed, Francesco megváltozik, mert megnősül. Jaj, de rosszul ismered. Figyelj, megmagyarázom. Francesco eléggé öntörvényű. Uh-huh. És csak azért vesz el, mert teherbe ejtett, és szültél neki egy fiút. Egyáltalán nem így van. Jaj, ne álmodozz, aranyom. Francesco sosem változik meg. Tűnj innen kifelé, hordd el magad, jó? Nyugodj meg, jó? Nyugodj meg. Elmegyek, de ha Francesco hív, akkor azonnal visszajövök. Ne képelkedj, hogy hívni fog. Mi ez itt? Mit csináltok ti itt? Csak... Mi az? Csak elegem van a színházból. Szomorú vagyok apám miatt. Victoria holnap férjhez megy, mindenki itt lesz, és szóval emiatt. Mert mindenki itt lesz emiatt? Igen, mert azt hiszik, hogy egy pár vagyunk, de nekem már elegem van a hazugságokból. Zavar és fáj. Én úgy érzem, nem ez zavar. Miattam vagy ilyen? Nehéz megérteni, hogy nem szeretlek, he? Csak azért játszom, hogy... hogy ne okozzak bánatot apámnak. Úgyis rossz kedvű, he? Nézem. Nézz a szemembe, és úgy mondd, hogy nem szeretsz. Hogy nem érdekellek. Nem szeretlek. Nem érdekel. Hogy csak úgy bejöttél a lakásomba. Jaj, ne csináld már ezt. Victoria mindent tud. Miket mondtál neki? Hogy miket mondtam? Megkértél, hogy rendezzünk legénybúcsút, nem? Mit beszélsz? Te ez... Ne, Victoria. Esküszöm, hogy ennek a fele sem igaz. Nem is tudtam, hogy ez a nő idejön a lakásomba. Ó, ez a nő egészen mást mesél. Na de most neki akarsz hinni, vagy nekem? Inkább neked hiszek, jó? Na ne, nem hiszek a fülemnek. Tudod mit? Azt hittem, úriember vagy. Hát de csak ez... olyan vagy, mint a többi férfi. Na de, hát... De... Köszönöm, hogy nekem hiszel. Várj, esküszöm a fiamra, Lautaróra, hogy igazat mondtam neked, ez a nő teljesen hippant. Jól van, most az egyszer még hiszek neked. De vérd az eszedbe, Foszkó, amit most mondok. Ha a szemelnyi kétség felmerül, hát lőttek az esküvőnknek! Hallom. Helyes. Feleslegesnek érzem magam, Páz. Feleslegesnek, és így reménytelennek érzem a jövőmet. Az az érzésem, hogy valamit eltitkolsz a betegségemről, és jó lenne, ha megmondanád, mi az. Nem titkolok előled semmit, nem értem, honnan veszed ezt a mondd meg az igazat, légy szíves! De hát épp most mondtam el, Juan. A szemeddel nincs semmi, a fejedben van a gond. Ott akkor kellene... mi értelme összecsomagolni, Svájcba utazni, Marékkal szórni a pénzt? Nagyon sokba kerül az utazás. Hallgassál egy itteni kicsit. Pszichológus is megtenné, ha a egy fejem pillanat. A gond. Juan. Ne haragudj, hogy félbeszakítalak, bocsánat. Szerintem a pénz miatt nem kell aggódnunk. Hála az égnek, hogy nincsenek anyagi gondjaink. Azért kell elutaznotok, hogy eljussatok a legjobb szakemberekhez. Szerelmem. Figyelj, tudom jól, hogy nem szeretsz másoktól függeni. De holnap az oltárhoz kell kísérned a mennyasszonyt. Nem. Ilyen állapotban én nem leszek tanú, Páz. Ezt nem teheted, tisztességtelen lenne. Victoria nem számíthat apára. Téged viszont imád szívem. Oda kell vezetned a húgomat az oltárhoz. Nem érted? Inkább ő fog vezetni engem az oltárhoz.
Kitaláltam valamit. Figyelj, drágám. Megvettem neked ezt itt. Ez segíteni fog. Fehér bot. Fehér bot. Mindenkinek van fehér botja néha. Van akinek a párja a fehér bot, míg másoknak a gyerekeik. Megint másoknak a munka. Különböznek ezek a te fehér botottól. Igen, Milagros, persze, hogy hiányzol, kislányom. Alig várom, hogy hazagyere Buenos Airesbe. Tessék? Nem. Nem, ő még nem utazott el Svájcba, nem. Erről jut eszembe egyébként... Ott leszel Berger doktor klinikáján? Nem? Párizsban leszel. Jól van. Hát persze, nem lepődtem meg, te mindig mások miatt aggódsz. Jól van, nagyszerű. Igen, szeretlek, kislányom. Nagyon szeretnélek már látni. Vigyázz magadra. És itthon találkozunk. Szia, édesem, szia. Szia. Konrádó. Bocsánat, a lányommal beszéltem. Régen nem láttam, és... Használ. Nem akartalak megzavarni, úgyhogy... Dehogy, foglalj helyet. Köszönöm. Nos, hát... Meglepődtem, mikor szóltál, hogy beszélni szeretnél velem. Hallgatlak. Jó, tudunk... Tudunk nyugodtan beszélgetni? Igen, a feleségem most dolgozik. Szakítottál Barbarával? Nem volt viszonyunk. De voltál vele? Igen, az igaz. De úriember vagyok. Nem fecsegek. Értem. Egy férjezett nő pedig nem mondja azt a férjének, hogy dolgozni megy, fotózáson van, amikor valójában elmegy... Egy jó baráthoz. Csak barátok vagyunk, és már késő van. Barátok, akik régen nem csak barátok voltak. Nem is tudom, miért jöttem el hozzád. Én sem. De örülök. Várj! Szeretném, ha ma ebben az ágyban aludnál. Legalább ma, most az egyszer. Csak egy éjszaka. Nem tudjuk megfogni Santiago-t. Nem tudjuk bebizonyítani, hogy mit tett Tatjánával is velem. Tévedsz. Van megoldás. Micsoda? Ki kell deríteni, ki lőtt rád. Jó, de hát ez képtelenség. Nem, dehogy. Meg kell várni, amíg újra támad. Ezt nem értem. Figyelj, Alejandro. Az az aljas vénember. Tönkretette az életemet. Igen. 20 évig nem tudtam, hogy van egy lányom. És Victoria holnap férhez megy. Érted, ugye? Tönkretett. Uh-huh. Nem öltem meg, mert nem vagyok gyilkos. De nem nyugszom. Amíg rács mögött nincs, nem nyugszom.
Jól van. Tudod, hogy mindenben számíthatsz rám. Nem, várj, előbb-utóbb menni fog. Na lássuk, a botot vidd balra, aztán a bal lábaddal lépj. Remek, most a botot jobbra, jobban lépj. Lassan, nyugodtan. Ez az, látod? Türelmesen, szívem, légy nagyon türelmes. Ez az. Nem Adda tudok bottal járni. Ugyan, miről beszélsz? Komolyan, nem jó ez a bot. Dehogy nem jó, ugyan? Tati! Itt van már, itt is van, Tati. Szia! Szia, Tati! Szia, Tatu! A híres neves, Tati. Ki van itt? Szia! Páz. Páz a barátnőm. Szia, kicsim. Ő meg, Tati. Szia. Itt pedig a kis ágírék vannak ideben, tudod? A kis ágírék. Bizony. A kis ágírék, ugyanis két baba van ideben. Igen. Két gyerekünk lesz, érted? Gratulálok! Köszönjük! Na de, mit csináltok itt a téren? Téged kerestünk, mert Juan nagyon szeretett volna találkozni veled. Nagyon. Ugye, szerelmem? Nagyon. Én is találkozni akartam veled. Igen? Ennek örülök. Micsoda véletlen. És az üzlet? Megy az üzlet? Nyögvenyelősen. Miért? Úgy látszik, az embereknek nincs elég pénzük. Nincs sok pénze senkinek. Van pár gazdasági probléma. Mondd csak, mennyibe kerül egy ilyen csoklat? Egy pezó. Egy pezó? És most hány csoklat van? Négy. Négy? Rendben van. Akkor én most megveszem tőled mind a négyet. Jó, kicsim? Tessék, egy, kettő, három, négy. Köszönöm, Pász! Emlékezz vissza, megígérted, hogy nem szól senkinek, igaz? Megígértem, de szerintem ez őrültség. Igen, egyetértek. Tati, beszélek a bátyámmal. Laura, kérlek, ne! Nem szeretnéd, hogy boldog legyen? Dehogy nem, de attól... Jól van, elég. Barbarával boldog. Csak a jó dolgokra emlékezem. Gondolnom kell apámra. Most ő a legfontosabb. Lenne kedvetek itt és most pikniket rendezni? Persze! Hogyne? Pikniket rendezünk, veszünk egy halom finom ennivalót, leülünk a fűre, napozunk közben, és befalunk mindent. És ilyen ruhában akarsz leülni a fűre? Igen, persze, de előbb majd leveszem a cipőmet, mert már nem bírom tovább. A terhesség kikészíti a lábamat. Megvársz minket itt, szívem? Igen, hogy lehet. Jól van, gyere, állj fel, és indulás. Jó, gyerünk. Gyerünk, te addig vigyázz a virágra. Tessék. Igyekezzetek. Lehet. Jó, sietünk vissza. Jól tetted, hogy Francescónak hittél. Nem tudom. Francesco nem szent, de azért tudja, hogy szent? Mit szabad és mit szent, nem. Szent, ez a gyerek egy szent, tudod. Ó, egy fikarcit se érdekelte az a kis nőcske. Helyesen nem tudom. Szerinted érdekli, de most komolyan. Nem tudom. Az ember mindig kételkedik. Ki jöhet ilyenkor? Remélem nem az az őrült nő. Ha ő, az megfojtom. Az biztos. Micsoda boldogság, hogy ennyi év után újra látlak, nagyon örülök, és tudok, ez is édes fiam. Szia, anya. Egész életemben azt hittem, kisfiam, hogyha valaha is megnősülsz, nekit veszed el. Engem? Jaj, ne! De anya, miket beszélsz itt? Jaj, bocsánat, Viktória, bocsánat, ugyan, életem. Ugyan, örvendek. Jaj, a kis ne csöpség. Ne aggódjon, nem vagyok boszorkány. Az a helyzet, tudod, hogy ami a szívemen, az a számon. Hát persze, igen. Na igen. Jó. Szerintem ti most a gyereken menjetek el sétálni, mert segítenem kell a vőlegénynek. Nem szeretném, ha meglátnád öltönyben. Menjetek el addig egy parkba. Minden jót, lányok! Viktória, gyere, elviszlek a fodrászhoz. Fodrászhoz? Igen, minden jót. Köszönöm. Szia. Gyere, Viki! Szóval nekit kellett volna elvenned. Édesanyád valóban szokkimondó egyéniség. Gyere ide. Köszönöm, hogy bízol bennem. Ciao. Drága kisfiam, gyere ide! Kezdjünk hozzá! Imádom a virágot. Ezzel fogjuk készíteni a piknik terítőt. Jó illata van. Ide, kiteszünk ide. Milyen szép csokor. Mindjárt jönnek a finomságok. Tessék, Tati. Mindent rámolj szét, úgy mutat jól. Lehet válogatni. Ezt teszem.
Amit megkívánsz. Gyerekkoromban is hatalmas pipikeket rendeztünk. Íme a gyeszeg. Finom lehet. Köszönöm. Kérsz egy szendvicset, szerelmem. Kóstol meg. Tessék. Mi ez a nagy csend? Törölgetem a száját annak a lánynak, aki felfalt mindent. Váz. Igen, szívem? Nem kell készülned Victoria esküvőjére. Ahogy elment az idő. Aha. Nem akarlak egyedül hagyni. Tati, marad velem. A nőknek úgyis 10 óra kell az öltözködéshez, meg a szépítkezéshez. A férfiaknak 10 perc. Ez igaz. Igen, ez így van. Ugye? Na. Jól van. Ne aggódj, Pászt. Itt maradok vele is, hazakísérem. Ez az én tátim, rendes vagy. Jól van, akkor nem aggódom. Minden rendben lesz, de a virágomat magammal viszem. Ja, Istenem. Gino! Igen, asszonyom. Készíts egy fürdőt, légy szíves. Igen, asszonyom. Vedd elő a hajszárítót, a csavarókat, a sampont, nincs időm fodrászhoz menni. Igen, asszonyom. Jaj, mi asszonyom. Az? Ne csináljam meg a frizuráját, arany kezem van. Ne, Gino, én hamarabb készen leszek. Jól van, asszonyom. Szia, anya. Kislányom, itt fogsz átöltözni? Nem. Hogyhogy nem? Nem veszek részt Victoria esküvőjén. Miket beszélsz, Barbarita? Könyörgök, ne csináld ezt a nagynénéddel. Legalább az én kedvemért vegyél részt. Ki nem állhatom Victoriát? Nem leszek itt. Asszonyom, Jászmin vagy rózsa illatú habot kér. Jaj, Gino, egy kis nyugalmat szeretnék, egy kárnyi nyugalmat. Igen, asszonyom. Gino! Igen, kisasszony. Pacheco még dolgozik? Igen, kisasszony. Oh. Kislányom, gondold át a dolgot, ezt nem teheted. Nem, jó napot, uram. Kérlek, Barbarita. Apa? Nagypapa, mi történt? Látni akartalak, lányom. El kell mondanom valamit. Baj van? Jobb lesz, ha én kimegyek. Ne, csinálom, ne. Maradj csak. Mi a gond? Beteg vagyok. Meg fogok halni. Tessék, apa. Mit mondasz, nagypapa? Hogy meg fogsz halni? Ez a szörnyű igazság. Néhány hónappal ezelőtt volt egy szívleállásom. Nem éreztem jól magam, és elmentem kivizsgálásra, ahol az orvos azt mondta, 1 vagy 2 hónapon van átra, tényleg nem több. Tessék? Igen. Nem azért szóltam, hogy sajnáljatok. De ti vagytok a családom. És nem akarok nélkületek meghalni. Nagypapa! Nem. Nem a megbocsátás kell. De nem szeretném, ha kitaszítanátok. Ráadásul azt tervezem, hogy felhívom Milagrost, hogy jöjjön haza. Nem akarok nélküle meghalni. Ezen kívül beszélek Victoriával. Victoria ma férjhez megy. Férjhez megy? És nem lehetek vele élete egy ilyen fontos pillanatában. Az apja vagyok. És nem kísérhetem oltárhoz. Hát, ami azt illeti, csak magadat okolhatod. Ez nem jelenti azt, hogy nem szenvedünk attól, mennyire hiányzol nekünk. Mit majszolsz? Csipszet eszel? Csipszet, ugye? Kitaláltam a ropogásából. Ízlik? Mhm. És Svájc messze van innen? Svájc? Messze van innen ez a Svájc? Hát... nem tudom, én még sosem voltam ott, de állítólag messze van, és ott meg tudnak gyógyítani. Hm?
akkor el kell menned. Igen, így van, Tati, muszáj lesz. De ne aggódj, jó? Mert adok neked egy címet, meg egy telefonszámot. Úgyhogy, ha szükséged van valamire, hívj fel azt. Ki a szám? Egy barátomé, vagyis valójában a vőmé, a lányom férje. Nikolásznak hívják, errefelé dolgozik. Nagyon rendes ember amúgy. Megadom neked a telefonszámát, azon felhívhatod, és ő majd segít. Meséltem rólad a szüleimnek. Meséltél róla? És? Szóval együtt laktok. Igen, 10 testvérem van. Mennyi? 10. Hú, 10 testvéred van? Az nagyon sok. Tudod mit? Most próbálom felidézni magamban az arcodat, de nem megy, nem megy. A szívemben vagy benne, nem a szememben. Itt érted? Tudod mit, Tati? Nem fogom elfelejteni, hogy akkor este a parkban ételt adtál nekem. Nem felejtem el. Olyan boldog vagyok, kisfiam. Képzeld, mielőtt ide jöttem, vettem magamnak egy elegáns ruhát. De ki gondolta volna, hogy akkor lesz rajtam először, amikor az esküvődre megyek? Megmutatom, jó? Ne, anya, ne, majd megnézem az esküvőn. Ülj vissza, megvár az a ruha, nem probléma. Na, te hatalmas nőcsábász vagy, kényezteted a nőket. Anyáddal meg úgy bánsz, mintha senki lenne. Jaj, anya, légy szíves. Jaj, majdnem elfelejtettem, igen? Hogy Izabella keresett telefonon. Igen? Igen, szegény teremtés, nagyon-nagyon törődött volt a hangja, és nagyon szomorú. Kinyitom, jó? Istenem. Szia. Szia, Rubi. Mit keres itt ez a nőcske a lakásodon, az esküvő szent napján? Anya, nyugodj jól meg! Jól van, Francesco, hagyd csak. Ne aggódjon, asszonyom, csak elbúcsúzni jöttem. Igen. Anya, magunkra hagynál most néhány percre. Rendben van. Elmegyek. Köszönöm. Elmegyek a fodrászhoz. Jó. Bocsánat. Minden jót. Anyám már csak ilyen, valószínűleg nem fog megváltozni. Naj, de igaza van. Nem kellene itt lennem, esküvőd lesz, de nem akartam elmenni búcsú nélkül. Hát elmész? Igen. Mikor kezdődik holnap a holnap reggel. Az jó. Sok szerencsét kívánok, Rubi. Én is neked, és sok boldogságot a házasságotokhoz. Jaj, felnőttél, Francesco, megállapodsz végre. Tessék! Na de... Kösz a jó kívánságot. Szia. Köszönöm, hogy szakítottál rám időt. De nyilvánvalóan azért vagy velem, Conrado, mert nem lehetsz Viktóriával. Így van? Ne mondd ezt, Sandra. Vagy talán nem bánt, hogy Viktória férhez megy. Mit vársz, hogy örüljek? Nem örülök, mert tudom, hogy azzal az alakkal sosem lesz boldog Viktória. Á, mert hogy szerinted veled boldog lenne? Erről nem tudom, nem tudom, nem tudom, Sandra, és majd szétdurran a fejem. Azt hittem, feldolgoztam az ügyet, de úgy érzem, hogy megint el vagyok veszve. Nekem így csak a lányom marad, aki szinte nem is törődik velem. Gyűlölöm azt az aljas vénembert, aki tönkretette az életemet. Úgy gyűlölöm, hogy meg tudnám ölni. Santiago Achával Urient? Igen, Santiago Achával Urient. Azt a piszok disznót. Ő tett tönkre. Azért akarod megölni, mert elvette a lányod, vagy mert ő az oka, hogy Viktória máshoz megy férjhez? Az az ember tönkretett, és akarva akaratlanul, de én is tönkreteszem az életedet. Jelenleg apám cégénél dolgozom. Nem ez volt az álmom, de legalább munka. Álkortának lenni előnyökkel is jár. Igen, de ide figyelj, álkortá. Rád fér már egy kis hajtás is, nem? Még eltompulsz a nagy pihenésben. Csak vicceltem. Jó, de tudod... Mit akarsz itt? A családomhoz jöttem. Gyere, Gizsó. Jó, menjünk. Tati? Fáj, ami történt.
és hogy már nem szeretsz. Megtennék bármit, hogy újra szeress. Szeretnék neked megbocsájtani, hidd el, de nem vagyok rá képes. Victoria férjhez megy. Igen, hallottam róla. Nem anyának hívod? Nem. Tudod, sajnos erre sem vagyok képes. És ennek is te vagy az oka. Mit tudsz Aliciáról? Délen van, nem tudom, mikor jön vissza. Bocsánat. Ez jó. Remélem megsirassz a halálom napján. Nincs már sok idő. Nem sajnáltatni akarom magam, ez van. Nem élek már sokáig. És szükségem van a családra. Nem akarok egyedül meghalni. Na jó, remélem, hogy ez köztünk marad. A családban ne szólj róla senkinek. Bemutatlak a családnak, Tati. Apa. Gyere csak. Tatu. Sziasztok. Nézd, kit hoztam. Jaj, te vagy Tati. Igen, Tati. Én meg Tatjana. Szia. A Drúszám vagy. Szia. Szia, apa. Mi újság? Ki van még itt? Én vagyok Gizsó Juan. Szia. És én Agire. De én már megyek is. Nem akarok zavarni. Na jó. Én is elmegyek. Ne. Tatu, adj neki ennivalót, elviszi a testvéreinek. Tudod, hányan vannak? Hányan? Tizen? Tíz testvéred van? Ez hihetetlen. Tíz testvéred van? Keresünk valami finomságot. Jól vagy? És te? Jól. Gond van, valami gond van? Nincs. De. Nem. Ismerlek. Mi bajod? Nincsen semmi bajom. Segítsek felöltözni, ha? Szeretném, ha elegáns lennél az esküvőn. Nem leszek. De... Ez az utolsó csokor tőlem. Fogadd el, kérlek. Jól van, elfogadom. Emlékszel, hogy gyerekkorunkban mennyit álmodoztunk az esküvőnkről, és... Nem akartunk felhajtást, csak pár margarétát is, hogy mindig lángoljon a szerelmünk. Hát, nem sikerült. Sajnos az élet szörnyű tréfája, hogy külön utakra vezérelt bennünket. De te meg én összetartoztunk. Az elmúlt 20 évben, és ez nem változik meg. Hisz él a lányunk. Üljenek le, kérem. Nos hát, azért gyűltünk itt ma össze, hogy megünnepeljük, és a polgári szertartás keretében összeadjuk Carlos Alberto González-t és Victoria Achával Urient. Ki az? Conrado. Tudni akarod, miért jöttem? Az esküvőddel le akarom zárni életem egyik fejezetét. Zavarok? Conrado, most... Őszintén szólva engem zavar, hogy itt van, Conrado. Ne legyen önző, ha már elveszi Victoriát. Bocsánat, nem hiszem, hogy ezt pont itt kellene. Kérem szépen, folytathatjuk a szertartást? Igen, uram, hogy ne folytatjuk.
A házasság intézménye olyan kötelék, ami egy életre szól. Tartós pillére az ember szellemi, lelki és testi jólétének minden értelemben. Carlos González. Elfogadja hitveséül Victoria Achával Ulient. Elfogadom. Értem. Victoria Achával Ulient. Elfogadja hitveséül Carlos Alberto González. Igen, elfogadom. Mostantól önök férj és feleség. Észvétel! Írják alá az anyag. Che bella sei! Sembri più giovane. Itt jó lesz. Nem, itt forse sei. Solo più simpatica. A tanul. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuno. Solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Che sei? Purtroppo l'unica. Ancora tu. Gratulale. Incorreggibile. Meg se nézti. Ma lasciarti non è possibile. Viktóriából már férjes asszony lett. A férje most meg szomorkodik valahol. Nem értem, miért szereted még mindig azt, aki nem érez irántad semmit, lányom. De semmit, semmit, egyáltalán. Tessék? Ne haragudj rám. Csak dühös lettem, mert nem értem, hogy lehet, hogy érzel iránta valamit, pedig az az ember kutyába se vesz téged. Ilyen a szerelem, Bandellé, nem tudsz tenni ellene. Szerelmes vagy és kész, ennyi, nincs tovább. Na de nagyon sokat szenvedsz. Most, hogy Victoria férjhez ment, lett egy utolsó esélyem, hogy visszaszerezzem a férjemet. És nem szalasztom el. Ki az? Én vagyok. A mennyasszony? Igen. Hogy mint? Szeretném megköszönni, hogy itt voltál, és a tanúm voltál. Köszönöm, hogy a tanúm voltál. Hiába történt az a sok rossz. Köszönöm szépen, mert tudom jól, hogy nem könnyű megbirkoznod a helyzettel. Nagyon nehéz, Victoria. Mindenki engem sajnál. Egyre inkább azt érzem, hogy szánakoznak rajtam, érted? És hogy nem tehetek ellene semmit. Jól van. Egyedül? Jöttem szólni, hogy megérkeztek az újságírók. Jaj, ne, pász, küld el őket minél előbb, légy szíves. Jól van. Ne haragudj. Jól vagy? Furcsán. Nem csak azért, mert megnősültem, hanem azért, mert nálatok volt az esküvő. Emlékszem, sok évvel ezelőtt a lépcső aljában. Azt kértem, ne házasodjunk össze. Furcsa. Igen. Azért tartottuk itt, hogy Juan biztonságosabban tudjon mozogni. Igen, igen, igazad volt, hogy szóltál. Viktóriával bele is egyeztünk azonnal. Mégis furcsa érzés. Tedd boldoggá, ahogy engem boldoggá akartál tenni. Esküszöm, hogy megpróbálom.
nagyon fájdalmas így, ugye? Nem bírom már tovább. Nem bírom. Holnap a templom után Juan elutazik Svájcba. Nagy bizonytalanság van bennem, nagyon nagy. Alig tudom elviselni. Érted? Ne haragudj. Nyugi. Nyugi. Fáradt vagy, apa? Egy kicsit, igen. Felkísérjenek a szobádba. Légy szíves. Menjünk. Na jó. Gyere. Rendben. Viktória? Boldog vagy, Viktória? Részint igen. Másrésztről viszont, amíg meg nem gyógyulsz, drága Juan Manuel, addig nem leszek maradéktalanul boldog. Vigyázz magadra. Te is. Szeretlek. Én is szeretlek. Minden rendben? Igen, minden rendben. Igen? Menjünk. Melletted akarok lenni ezen a nagy napon. Az apád vagyok. És szeretlek. Nagyon szeretlek. Nézz a szemembe. Hidd el, igazat mondok. Szeretlek. Mielőtt meghalok, meg akarlak ölelni. Ne mondj ilyet. Nincs sok időm hátra. Beteg vagyok. Nagyon beteg. Nem tudlak megölelni. Legalább a templomban hadd legyek ott. Könyörgök. Mit mondott neki? Ennyire szeret esküvőket tönkretenni. Most nem jár sikerrel. Na és? Meg akar ütni? Végül megkapta, amit akart González. Elvett feleségül egy Achával Urient. Most boldog, ugye? Na és szegény kislányom. Nagyon boldogtalan lesz. Nagyon kedves nekem ez a hely. Itt ismertelek meg. Mennyi minden történt azóta, nem? Túl sok is. Dolgoztál ma? Igen. Lekéstem az esküvőt. Én sem voltam ott. Utálom az esküvőket. Frusztrálnak. De bennem van a hiba. Meddig szenvedjek még, Pacheco? Meddig? Adj még időt. Kérlek, könyörgök. Jaj, drága Tatu, Tatu, nem akartam elmenni búcsú nélkül. Jaj, nagyon hiányzol majd, Ruby. Te is nekem, igazán? De ígérd meg nekem, hogy boldog leszel. Nagyon nehéz ügy, tudod? Itt van apa ügye is, és én sem vagyok jól. A nagyapa elmondta, hogy nagyon súlyos beteg, és nincs sok ideje hátra, 1-2 hónap. Szóval nem tudom, bármi is történt, ő a nagyapám, és szeretem. Mi van Nikolásszal? Már szakítottunk, örökre. De egyelőre nem válunk el, mert nem akarom felizgatni apát.
Hát persze. Nem akarom, hogy megtudja. Jaj, Tati. Apád mindent hallott, Tatjana. Hogy te is Nikolász örökre szakítottatok? Jobb lesz, ha megyek. Jól van, akkor sok szerencsét. Ki van itt, szia, Rubi? Igen. Igen, igen, ő az. Rubi. Remélem, hogy hamar meggyógyulsz. Köszönöm. Szia. Mi történt, lányom? Áruld már el. Nem akartam szólni neked, hogy ne roncsam el ezzel az utazást, és ne szomorkodj. Mit csinált? Semmit sem csináltam. Mit csinált, Nikolász? Semmit, apa. Egyszerűen csak rájöttem, hogy nem szeretem. Ennyi. Hogy nem szereted? Annyit szenvedtél és küzdöttél miatta, és most egyszerre nem szereted, nem értelek. Pedig így van, szakítottunk, mert rájöttem, hogy nem akarok vele lenni, vele élni. Ne haragudj, ez van, most mit csináljak? Jól van. Rám mindenben számíthatsz, de igazán nem értelek, lányom. Tényleg, nem értelek. Bocsánat. Ki az? Paz. Éppen most mondtam el, hogy szakítottunk Nikolásszal. Elég a hazugságokból. És tudod mit? Nikolász legyen Barbarával. Ha Barbara tényleg szereti őt. Nagyon szeretnék most a szemedbe nézni, hogy lássam. Igazat mondasz. Nyomósokom van a hazugságra. Nyomósokom. Bármit megtennék, hogy visszakapjam a családomat. Ezért mondtad nekik, hogy haldokolsz? Hazudtam egész életemben. Még egy már nem számít, nem igaz? Figyelj. Csak azért segítek, mert nagyon régi jó barátok vagyunk. Nagyon régi barátok. De ezzel kockáztatom a jó híremet. Hagyjam már, ne túloz ennyire. Tessék, ez itt a tiéd. Nem. Nem kell a pénz. Ez nem a pénzről szól. Ilyen elveszettnek és megtörtnek még sohasem láttalak. Segítek neked, hogy tovább fenntarthasd ezt a hazugságot. De csak azért, mert látom, össze vagy törve. Jól látod. Megmondtam. Megtennék bármit a világon, hogy visszaszerezzem a lányaimat, az unokáimat. Szerelmem. Na, mondd már. Mit mondjak? Még a szerelmed vagyok. A nagy szerelmem. Korán érkeztünk? Ó, bocsánat. Sziasztok. Szia. 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 Megélő? Szia, te kis angyalka. Szia, Huán. Olyan édes ez a kislány, hogy meg kell zabálni. Most Karolina karjában. Szia, Karolina. Most elalul. Gyönyörű. Igen, az. Igen, legalább pihen. Igen, nagyon szép. Jól néz ki vele, Victoria, milyen ideges lehet most. Hát még a tanú. Ugyan attól már. Félek mindent erről. Nem fogjuk hagyni. Szóval tetszik a hely. Hát persze, fantasztikus. Nekünk is tetszik, ez volt a legszebb. Jó napot. Megérkezett a pap. Tango. Köszönöm, Tango, köszönöm. Bocsánat, üdvözölnöm kell a papot. Menj nyugodtan. Egérre. Igen. Tudom, hogy furcsa hangzik, de higgyel. Számíthat rám, ha szüksége van valamire. Tudom, köszönöm szépen. Akkor gyorsan árulja el nekem, merre van a pia. Mindjárt megnézzük. Corrado, miért jöttél ide? Hogy lássalak menyasszonyi ruhában. El akarok búcsúzni. Szeretném, hogy tudd, nekem nagyon fontos voltál. És ez örökre így marad.
Konrádom, ne mondj semmit. Tudjuk, hogy van egy gyönyörű lányunk, aki hozzánk tartozik örökre. A lányunkon kívül a szerelem is összetart, amit irántad érzek. Mindig szeretni foglak. Más a férjed? Mostantól fogva vele élsz. Közös életetek lesz. Kérdeznék valamit, de szeretném, ha az igazat felelnéd. Jó. Mondta már, Foszkó, hogy szeret? Nem. Soha sem mondta. Magyar szöveg Boros Karina, hangmérnök és vágó Schriffert László, gyártásvezető Gémesi Krisztina, szinkronrendező Götz Anna. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.